Női kézilabdásaink a felkészülés egyében kétszer is találkoztak a pécsiekkel. A pécsi -2 után itthon 12 góllal kapott ki csapatunk. Újabb edzőmérkőzés játszott a kecskeméti női kézilabda csapat. A pécsi Peasz volt fehérmezes lányaink ellenfele. Az odavágón 32-30 volt a végeremény a vendéglátók javára. Ez a találkozó teljesen más hozott. Már az első percekben látszott, hogy a feketemedesek győzni jöttek Kecskemétre. A fél idő 12-19-szer zárult, a szünet után sem jött a kecskeméti fordulat, és így a kecskemétiek 12 gólos vereségbe szaladtak bele. Nyilván nekünk ez föl kell pörögni, és most az volt az elsődleges oka a mai nagy arányú győzelemnek. Az első perctől kezdve tudtuk ezt a fordulatszámot tartani. Nagyon stabil védekezésünk volt az első fél időben már, és azt gondolom, hogy a támadó játékuk is kezd azért már úgy összeérni. Nyilván ez a folyamat sose fog megállni, tehát ezek nem lesz vége, de úgy látom, hogy ahhoz képest mondjuk, ahol tartottunk 2-3 héttel ezelőtt, ahhoz képest már fejlődtünk. De nyilván én azt szoktam mondani, hogy ezek olyan fontos eredmények a felkészülésben, meg önbizalmat adhatnak a játékosoknak, de majd meglátjuk, ha tét van, és a bajnokságban ott kell ezeket az erényeket csillogtatni. A bajnokság pedig nekem megmondom őszintén, egyelőre elég sötétben tapogatózunk. Nyilván lesz 2-3 olyan csapat, Szent István, Eger, akik azért ott lesznek az elején, és azt gondolom, hogy lesz egy hátsó 8 csapat, akár még 10 is, akik azért eléggé hasonló esélyekkel indulnak. Nyilván mi nekünk nem lehet más célunk, csak a bemaradás, tehát nekünk az a kivívás a fontos cél, de nem lesz senkinek a feje levéve, ha ez nem sikerül, mert hosszú távon gondolkodunk ebbe, de szeretnénk megragadni úgy, ahogy a feljutásnak a lehetőségét, úgy a bemaradás lehetőségét is. Most megint egy olyan teljesítménnyel rukkoltunk elő, ami alapján semmi keresni valunk az NB1B-be. Sajnos nem tudom az okát, tehát nem mondanám, hogy leterheltek a csajok, nem mondanám azt, hogy nem tudunk kézizni. Ez most így jött össze, nagyon szomorú vagyok egyébként, mert ez egy jó kis tesztmérkőzés lett volna a hazai pályán, ugye nagyon sokat fogunk itt játszani, és a meccs hangulata, meg az egész milliója, az egész mérkőzésnek az valami borzasztó volt megélni a pálya széléről. Nem tudom, hogy a csajok ezt hogy érezték belülről, de rossz volt nézni. Tehát olyan gyermekettek, hibákat vétettünk, olyan langyos víz volt az egész, olyan lelketlenül játszottunk, hogy a Peac egy lendületes játékkal semmi extrát nem nyújtva alázott le minket. Ebből van felfelé út, én bízom benne. Egy nap múlva játszunk még egyet az Algyő ellen, én bízom benne, hogy addigra összeszedik magukat a lányok, és önmaguknak is bizonyítják, hogy igenis van keresni valójuk, meg igenis tudnak ők kézilabdázni, hogy ez egy pillanatnyi rövid zárlat volt. Az Algyő és a Sziget-Szent Miklós után a bajnokságban a Vasas következik méghozzá 4-én szeptemberben 18 órakor a Messzés-Sván sportcsarnokban.